Sziasztok! Hát elég brutális a kosztoly, amit itt láthatunk. Igazából te a Harry Potterből öltöztél be a titkos szekrénynek, ugye? Majdnem! Elég közel volt. Silent Hill-ből a piramis helye vagyok. Nagyon durva, kicsit körbe tudsz mozogni, hogy tudjuk a kamerával látni, hogy hogy néz ki. Hát elég durva. Nagyon kemény, mennyire nehéz a kard, amit tartasz? Nyugodtan megpróbálom. Fából van, kartonból, illetve egy kis 10 centis kis fénybrót van az elején, hogy ne kopjon olyan gyorsan. Értem. Hú, még el is gondolt, hogy a gyilkolászás közben nagyon jó. Mindent te készítettél? Nem, igazából, tehát a cosplaynek a nagy része igazából apukám kezét dicséri. Köszönjük, apuka! Videózik. Az ötletek nagy része igazából a hugomtól erednek, én az vagyok, aki a karaktert próbálom belehozni. A hugod a mellette lévő páncélszekrény fejű? Rendben, kicsit megpróbálok vele is beszélgetni. Nehezebb lesz, mert ha jól hallom, te csak így. Így hallasz, hogy szia! Szia! Mesélj egy kicsit a cosplayedről! Az évőbüli játékból vettük az ötletet igazából. Hát megkérdeztem aput, hogy meg tudjál csinálni, és végül is jól megcsinálta, úgyhogy örülök. Hát eszméletlen félelmetes, körbefordulnál te is nekünk egy kicsit? Hát ez nagyon durva. Elmondanád, hogy mi van a zsákodban? Hullarészek. Nagyon király, nagyon király. És te is dolgoztál a cosplayen, vagy az is apuka műve? Segítettem neki, de többnyire ő csinálta az egészet. A vér azt gondolom igazi? Persze, hát... Rendben, köszönjük szépen nektek. Sziasztok, további okonozást!